Sziasztok! Ma ismételten egy swing videóval jelentkezem, és amit most csinálni fogok, az egy lila füstös szem swing lesz, vagy hát lila smokey eye swing. Úgyhogy összefogom a hajamat, és akkor lássunk is hozzá. Azzal kezdem, mint mindig, hogy lealapozom az arcomat. Az Avon Ideal Flawless alapozójából a nude árnyalatot fogunk használni. És ezzel az alapozó ecsettel fogom felvinni. Ezután a szemem alá korrektort viszek fel, Maybelline Affinito korrektorjából 02-es árnyalatot fogom használni. Majd ha ezzel meg vagyok, akkor púderrel fixálom az alapozót. A Catrice Skin Finish Compact Púderjéből a 01-es Apricot Beige árnyalatot fogom használni, és ezzel a Sigma Puder ecsettel, az F30-as ecsettel viszem fel. És akkor most rátérhetünk a szemre. Először egy krémes szemhéjalapot fogok felvinni a Sleek Primer palettájából, mégpedig ezt a lila színt, ez egyébként az Ultraviolet nevű szín, tehát ez itt. Az ujjammal fogom felvinni. Ezután a másik Sleek palettámból, mégpedig a Divine The Original palettából fogok dolgozni. Először ezt a lila színt viszem fel a szemhéjamra, mégpedig ezzel az Essence lapos ecsettel. Majd fogom ezt a satírozó ecsetet, ez egyébként a Sigma E40-es ecsete, és kicsit elsatírozom. Smoky Eye ecsetével ezt a fekete színt fogom ugyanebből a Sleek palettából felvinni, mégpedig ide a külső részre. Ezután egy fekete szánceruzával, mégpedig az Essence Sky Pencil 01-es Black árnyalatú szánceruzájával kihúzom a szempilláim többét. Ezután ezzel a kis ceruza ecsettel, a Sigma E30-as ecsetével viszek föl ugyanebben a lilából az alsó szempilláit is. Thank you.
A lila részt egy picit megerősítem ezzel az Essence Color and Shine szemfestékkel, az a 03-as Wear It árnyalat. Szerintem nagyon szép szín, úgyhogy egy lapos ecsettel egy picit viszek minden. Szemzugomba ezzel a highlighter ceruzával, a Catrice-nek a highlighter ceruzájával viszek föl egy kis világos szín. Világos szín egy kicsit kiemeli a tekintetet. És most akkor jöhet a szempillaspirál, a Rimmel Volume Flash The Max Old Colors szempillaspirálját fogom használni. Ennek egyébként ilyen hajlított keféje van. Az arcomra jöhet a Catrice Hidden World Limited kollekciójának a habállagú pirosítója, amit az ujjammal fogok a rémédet beáloztatni. És mivel a szemsminkem eléggé erős, így a számra egy viszonylag semleges árnyalatot fogok felvinni. Ez a Catrice-nek az Ultimate Color Intenzív Ajakrózsa, abból is a 190-es The Nuder The Better árnyalat. Készen is van a lila füstös szem, vagy smokey eye, így néz ki a végeredmény. Amit látjátok, ez egy eléggé erős mink, úgyhogy ideális ulis mink, vagy alkalmis mink. A videó alatti dobozban leírom, hogy milyen termékeket használtam, úgyhogy ha van kedvetek, akkor csináljátok meg ti is ezt a sminket. Sziasztok!